Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, nem máshol vagyok, mint itt a tükör előtt, ugyanis munkában vagyok. Munkás fölső van rajtam, hogy látjátok meg a sapkám. Épp hogy csak megálltunk reggelizni, úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt a lakást, hogy hol dolgozunk. Amúgy ez egy egyszobás kicsi lakás. Jelenleg itt vagyok bent az egyik szobában, mutatom neked, hogy hol vagyok. Ez az egyik szoba. Látod, a szőnyeget felvettük, ugyanis ki fogják cserélni a szőnyeget. Levettük az ablakról ezeket a reluxás függönyöket, ugyanis azt is ki fogják cserélni. Mégis majdnem mindent kicserélnek, mármint a szőnyeget, meg ilyen dolgokat, kivéve a konyhát, azt nem cserélik ki. Na mindegy, megyek innét ki a szobából, mutatom neked, várjál, bejárattól fogunk kezdeni. Ott, itt látod, ez a bejárati ajtó, itt kell bejönni, mutatom, hogy hol jössz be. Ide! Ott van sok cuccunk, látod, ez végül is a nappali, ott van egy kijárat, az udvar. Aztán ott van a konyha, mármint az ebédlő, mégis ez a konyha, ami le van szépen minden ott akarva. Itt van egy ilyen, mi ez, mosogatógép, itt van a csap, ott van a gáztűzhely, vagy villanytűzhely, nem is tudom micsoda. Villanyos. Majd visszarakjuk. Aztán ugye ide megy be a hűtő, az étkező, ahogy mutattam nektek. Van benne egy ilyen légkondi, aztán ide hátra lehet jönni, itt a kaputelefon. Itt van egy ilyen fürdő, WC-vel együtt. Itt van egy ilyen mosókonya, oda rakhatod a mosógépedet, ugye. Itt semmi se, és végül is ez az egy szoba. Itt a szobában pedig van egy ilyen tükrös, beépített szekrény. Látod? Már nem tudom, hogy hol a bejárat, végül is ott jössz be, látod, ott azon az ajtón, ez az udvar, és ott jössz be a lépcsőházba, itt van egy ilyen medence, vagy kifelé lehet, hogy megmutatom nektek, van itt egy ilyen medence, és hány emeletes? Két? Három? Hát kettő emeletes. Kettő emeletes ez a ház, vagy lakások. Ami érdekes, legalábbis nem tudom, érdekes vagy nem érdekes, hogyha valakit érdekel ezt a házat, lakást most vették meg 350 000 dollárért. Ha jól emlékszem, azt mondták, hogy egy 8 vagy 10 évvel ezelőtt építették ezt a lakást, legis ezt a sort. Úgyhogy nem olyan túl öreg. Merencén kívül amúgy azt hiszem, hogy más nincsen. Mert ilyen sütőhely van a merenc előtt, de ilyen gym, ilyen edzőterem nincsen benne. Úgyhogy jelenleg ezt festjük, a plafont látod, egyszer lefestettük, most le fogjuk majd festeni még egyszer. Aztán nekiállunk ugye a falaknak, meg a szokásos... De még mielőtt, még én előtt nekiállunk megint dolgozni, mutatom itt a kinti részt, látod, ez az udvarod. Nem olyan túl nagy végül is, ott át lehet menni a szomszédhoz, ott van ilyen kisebb ajtó. Ott a másik szomszédhoz, és itt vagy ott, látod, ki lehet menni. Úgyhogy most nem más csinálom, leállítom a kamerát, ugyanis befejeztük a reggelit, és nekiállunk megint dolgozni. Aztán megyünk haza délután, mit fogunk pontosan csinálni, azt még nem tudom, attól függ, hogy meddig dolgozunk. Aztán tömeg kérdeztétek, az autóról kérdeztetek többen kérdést, hogy mennyit teszik az autó, hol van a Mazda, meg hasonlókat, úgyhogy egy pár kérdésre majd szeretnék válaszolni, majd mikor hazaérkeztem. Úgyhogy most megálltam a kamerát, mi gyorsan befejezzük a mai munkát, amit kell csinálni, aztán megyünk haza. Megyünk hazafele, végeztünk a munkát, nem mutatom a medencét, várni, csak nyitom az ajtót közül, az öcsém is. Tele a kezem mindennel. Na nézd, itt van a kijárat, látod? Itt van a medence. Itt van egy ilyen sütő rész, és itt lehet lubickolni. A kijárat meg ott van szemben, amerre megyünk. Na nézd, itt sikerült megállni, hogy most bepakolunk minden cuccot. Aztán, oda nézd, ott az autóm. Látod? Kis picike. Most bepakolunk az autó, aztán elmegyünk hazafele. Na! Beültem, azt mondom, hogy megvan mindenünk, az idő amúgy elég jó, szépen süt a nap, látod? Egy-két fel van az égen, öcsém megy hazafele, úgyhogy most én sem meg felveszem az autót, aztán indulok haza, és gyorsan megebédelünk. Megérkeztem ide az autómhoz, aztán képzeld el, kilukadt a kerekem, defektet kapszom legalábbis, nem tudom, hogy hol mutatom. Látod, tiszta lapos a kerék, jelenleg apukám veszi le a kereket. Annyit álltam meg a szüleim előtt, még az a szerencs, hogy észrevettem mindjárt, és itt van a pótkerék. Na nézd, látom, milyen vastag. Most néztem, hogy milyen vastag. Az a szerencsé, rendes kerék. Úgyhogy ma délután nem máshol megyek, mint a gumishoz, ugyanis meg kell csinálnom. Most nem tudom, hogy hol kapott valami szeget. És sehol nem látok benne semmit, de mindjárt lejön a helyről, aztán majd megnézzük. Ott a szeg, látod? Oda nézzél, hogy hol mentem bele. Biztos, hogy volna az úton. Na mindegy, úgyhogy most elrakjuk ezt a másikat, aztán megyünk hazafele. Készen vagyunk, át is vettem a felsőmet, hogy látjátok közben.
És van most nála egy ilyen extra rövid új munka után, általában most áthúzom, mert ugye tiszta poros vagyok, meg minden, és nem akarom, hogy az autó meg a biztonsági festékes legyen, és csak hiába, ahogy néztem, eléggé festékes lett a biztonsági az elmúlt ugye pár év alatt, ugye még nálunk, a 4 év alatt még nálam volt az autó, úgyhogy erre próbálok egy kicsit jobban vigyázni, mint arra. Aztán a héten, nem tudom, hogy észrevettétek vagy nem, de nem volt, volt rendesen videó, de előre felvett videó volt. A héten egy pár dolgot elintéztem az autóval kapcsolatban, lesötítettem az üveget, egy pár dolgot megrendeltem hozzá. Azt hiszem, hogy úgy lesz, hogy amikor kész az autó, megmutatom nektek egyben, hogy hogy néz ki. Legalábbis egy része, amikor egy része kész lesz, ugyanis rendeltem matricát az autóhoz, amit felszerették majd rakni jövő héten, vagy pedig elviszem, ahol felrakják, vagyis úgy rendeltem meg, hogy vagy nekem és apukámnak kell felrakni, vagy pedig el kell vinnem valóban, ahol fel tudják rakni. Nem egy ilyen nagyon verseny matrica, mert az egész autó ugye nem akarom bematricázni, többen mondtátok is, hogy nehogy bematricázzam. Majd meglátjátok, tehát nem olyan túl sok, majd meglátjátok, tehát ha kész lesz, azt majd lehet, hogy megmutatom, aztán tetejét ugye le akarom sötétíteni. Már megmutatom, csak nem tudom, hogy egyben mutatom el, vagy pedig részletekbe. Na minden, most hazamegyek, gyorsan megevédelek, és elmondom, hogy hol van a Mazda. Ahogy mutatom az időjárás, látod, olyan szép, egy felhő nincs errefelé az égen itt mi nálunk. Bár anyukám az előadó és azt mondta, hogy mondja az esőt, képzeld el, mintha valami vihar jön, de legalábbis azt mondta, hogy jön valami vihar errefelé. Aztán, amit akartam mondani, délután el kell menni, és anyukámnak akarok valamit venni, valami apróságot, ugyanis képzeld el, a múltkor, amikor lefilmeztem anyukámat, ugye azt a reakció videót, hogy mit szól hozzá, amikor az autón, hogy gyorsul. Ben volt a kamera az autóba, de anyukám nem szereti, hogyha filmezem, és nem tudta, hogy bent van, és tudta, hogy bent van a kamera az autóba, nem tudta, hogy menj. És ugye beleszerkesztettem, mert elég jó képet vágott, mikor ment az autó, úgyhogy gondoltam, hogy veszek neki, meg apukámnak is amilyen kisebb apróságot, és remélem, hogy nem lesz rám mérges, ugyanis tegnap mérges volt rám anyukám, képzeld el, felmentem hozzájuk, és mérges volt rám, mert látta a videót, hogy bent volt. Na mindegy. Felérkeztem, megebédeltem, le is zanyoztam közbe, ahogy látjátok, vagy lehet, hogy nem lehet, hogy még mindig maradt rajtam egy 2-3 festék, vagyis apukám szoktam mondani mindig, hogy mondom mindig, ugye, hogy hazaértem, megzanyoztam, és festékes vagyok itt ott, ja, közben itt van a Davis is. A Davis az nem más rész, mint ezt a Hotel Transylvaniát nézi, ameddig a feleségem meg én. Ja, készülünk, mi? Repülő, tudom, ott ment fel a repülő az előbb, ilyen alacsonyan, valamerre. Nem tudom, hogy hallottátok-e, vagy nem. Ja, de nem megyünk ki! Csak egy repülő! Csak egy repülő! Ja, ott fönt! De már nincs itt, elment! A Davis az ugye szeret minden autós dolgot, repülős dolgot, hajós dolgot, rettentően szereti. A Lukaszom, hogy ott van benne, elfelejtettem mondani. Ő is készülődik, vagy lehet, hogy valamit néz most a számítógépén, nem tudom. Aztán, amire akartam válaszolni, ugye kérdeztétek többen, bejövök ide hátulra, és a Davis cserélik a pelenkáját, úgyhogy nem akarok ott filmezni. Gyorsan még mielőtt akarok válaszolni egy pár kérdésre. Többen kérdeztétek ugye, hogy hol van a Mazda, ugyanis leálltam az új autóval ugye a Mazdának a helyére, és nincs ott a Mazda. A Mazda most már mennyi? Egy jó pár hete nem volt benne a videóban. Kérdeztétek, hogy becseréltem-e a Mazdát erre az autóra, meg a Kiát is. A Kiát azt ott hagytam ugye, ugyanis becseréltem erre az autóra, ugye beszámították a Kiát. A Mazdát nem cseréltem be. A Mazdával képzeld el, nem más történt, mint eladtam. De hiszed vagy nem, eladtam a Mazdát. Most többet használom a Mazdát, még mint mikor az enyém volt. Ugyanis nem másnak adtam el, lehet, hogy most már láttátok, vagy rájöttetek, az öcsémnek adtam el, ő vette meg a Mazdát, jelenleg ő használja. Az öcsém eladta az autóját, ugye a Peugeot-ját, ami volt neki, még mielőtt ugye kérdezitek, ő eladta, és megvette az én Mazdámat. Mivel minden nap használja ezt a Mazdát, azzal jár ugye munkába, ugye mindenhol, mert az egy autója van, és csütörtökönként ugye mi mindig elmegyünk, az a csütörtöki délután az a mi napunk az öcsémmel, egy 2-3 órára elmegyünk, elautózunk, bevásárlóval, elnézelődünk, és minden csütörtökön megyek a Mazdával. Egy héten legalább minimum egyszer. Mármint nem én vezetek, hanem az öcsém visz, de én is vezethetném, ugye az öcsém mindig mondja, hogy vagy kérdezi tőlem, akarom-e vezetni. Tehát az öcsémnél van a Mazda. Ami jó az egészben, képzeld el, ugye az egyik az, hogy a családban van az autó, tehát így is ugyanúgy tudom használni, mintha egy vadidegennek adtam, vagy nem úgy, mint egy vadidegennek adtam volna el, és ha eladom, hogy egy vadidegennek, az életben nem látom az autót, de úgy beszéltük meg az öcsémmel, hogy körülbelül egy olyan 2-3 év múlva, amikor ő el akarja adni, akar
nem enni, hanem venni egy új autót, akkor én vissza fogom tőle vásárolni. Tehát a Mazda, megvan a Mazda, de nincs meg a Mazda, de meg lesz a Mazda. Ugyanis vissza fogom tőle vásárolni pár éven belül, ugye, hogy mikor el akarja adni. Jelenleg ugye annyi a különbség, hogy nincsen itt én nálam, nincsen letakarva a garázsba, és nem úgy tudok elmenni vele úgy hétvégenként, hogy ugye lemegyek, beleülök és elautózok, hanem kell szólnom az öcsémnek, hogyha el szeretném vinni, hogy ugye kölcsön szeretném kérni. Tehát a Mazda ott van, ő nála. Aztán ezen kívül kérdeztétek, hogy mennyit eszik az új autó. Az új autó körülbelül 20 litert eszik 100-on. A könyvében az van beleírva, hogy 12, én nálam 20-at eszik. Nem úgy vezettem, nem, tehát nem ilyen őrültem vezetem, nem húzatom, nem megyek vele ugye mind az őrült. Ilyen átlag vezetésben a 20-at eszik. Nem azt mondom, hogy lassan megyek vele mindig, mert néha egy kicsit ugye odalépek neki, de nem állandóan. És hoppá, közben jött a Davis. Így eszik 20 litert 100-on. Kérdeztétek, ugye ez nem sok, vagy nem sok. A Kia-hoz képest persze, hogy sok, ugye rettentő sokat eszik, de hogyha ilyen autót veszel, ugye azt tudni kell, hogy sokat fog enni. Tehát, hogyha nem szeretnél sokat fizetni benzinre, nem szabad ilyen autót venni. Az ember ugye azért vesz ilyen autót, mert legalábbis én azért vettem, mert nagy, rettentő jól megy, mikor odalépsz neki, és a benzin az meg ennyi. Volt már régen is ilyen autóm, ilyen nagy autóm, tehát ez nem volt meglepetés számomra, hogy mennyit fog enni. Tudtam, hogy olyan 20 körül minimum fog enni. Én egy kicsit amúgy többre számítottam. A teletankolás, múltkor tankoltam legelőször tele, 80 dollárért tankoltam meg az autót, teljesen üresben volt, nem teljesen, majdnem teljesen üresben volt, tehát már a pirosnál járt a mutató. Kíváncsi voltam, hogy mennyire tudok beletankolni, 80 dollár ment bele. A legjobb benzinből, a 98-asból, ami 1 dollár 50 centbe került, 50 valamennyibe, 1 dollár 50-be. Néha ugye a benzin olcsóbb nálunk, néha drágább, attól fújja, mit tankolsz, én általában mindig a legjobb benzin szoktam tankolni az autóimba. Aztán, most nem más csinálom, mint nézem, hol van a család, és lassan el kellene indulni, ugyanis 2 óra 30 van. Mit? Mit csinál? Ne üsd a falat, te! Mi nem sokára költözünk, és nem szeretném az egész házat ugye újra festeni, és van egy pár hely, látod, hogy néz ki a játékszoba? Van egy pár hely itt a falon, ahol ugye meg van már karcolva, kicsit be van ütve, ugyanis a Davis szeret kalapálni. Azokat ugye majd ki kell javítani. Ja, most éppen golfozik. Ja, nagyon ügyes voltál! Ott azt használja ezeket a labdákat, meg ezeket a kockákat, és üti azzal a gerebjével. Mit csinálsz? Be fogod verni magadat. Ja. Rendben van, hol a távirányító? Azt hiszem, hogy itt van. Fönt látom, hogy ide pokolik a távirányítókat. Itt legalább nem érje, ugyanis oda szoktuk, onnét most már kiveszi őket. Na várják, kapcsoljuk. Kapcsoljuk. És... mit csinál? Ne, követ! Tessék, vegyed fel. Úgy, nagyon jól nézel ki. De ne tapogasd meg az üveget. Várjál, hozom én is az enyémet, jó? Álljál meg ott az ajtóban, ne menjél sehova. Ja. Úgy azt hiszem, képzeld el, hogy kell vennem új napszemeget, ugyanis nem tudom, hogy látod-e vagy nem, lehet, hogy nem látod, de kopik le ez a felső réteg a szemüvegemről, és ilyen szöszmöszös vagy nem tudom ilyen. Pedig rendes ilyen normális napszemeg, tehát nem is ez az olcsóbb napszemeg, de most már 3 éves, 3,5 éves, eddig bírta. Hogy miért? Fogalmam is. Legalább kibírta 3,5 évig. Ugye, ma nem tudom, hogy milyen napszemeget nézegettem, ugyanis raktam egy párat össze, hogy is lehet ilyen szemüveget készíteni saját magadnak, és elküldik. Na mire? A legközelebb videóban azt mondom, hogy megmutatom, és húzom a szemegemet, megnézzük, hogy mit csinál a Lukasz. Lukasz, mit csinálsz? Hoppá! Na szervusz, mi a helyzet? Mit hozol? Hol tartasz a Pál utcai fiúkba? Mi? Pál utcai fiúkba, hol tartasz? Én mutatom, már nincs. Milyen, már nem tudsz tenni sok könyv. Ja, de hol tartasz? Meddig olvastad el eddig? És a Lukasz elkezdte olvasni. Indultam olvasni, de én csak olvastam egy 10 page-es kikapcsolt. Kikapcsolta a Lukasz könyvet 10 oldal után, én is jelenleg addig jutott el, mert nemrég kezdte, és azt mondta, hogy befejezi a másik könyvet, aztán olvassa ezt a Pál utcai fiúkat, közben a Davis meg mászkál az ágyom. Hol van-e? Ott. Na gyere, menjünk! Itt van a feleségem is, úgyhogy megvan minden, kivéve a Davis. Davis, gyere! Látom, és sose tudunk elindulni, csak úgy egyik percről a másikra, és mire összeszeded a gyerekeket, összeszeded a feleségedet, a cuccot, a babakocsit, a mindent, addigra fél óra elmegy csak a pakolással. Úgyhogy, hol a napszemeged? Nem, az az enyém, úgy toljad fel oda. Megkeressük a napszemeget, ugyanis már is hagytuk azt, és hova tetted le? És elindulunk, ott van a földön, látod? Megérkeztünk ide a bevásárlóba, van hely, látod? Van hely, nem karácsony van, nem húsvét van, és van hely.
azt mondom, hogy valóban ide állunk. Jó messze, mindenkitől ide a legvégére szokás szerint. Ami lehet, hogy nem lesz jó, ugyanis elfelejtettem, hogy 4 ajtó van az autón, és a feleségem most még nem fog tudni kiszállni. De, na várjál, megnézem. Keresek nem más, mint az autóba egy ablakvédőt, vagy fényvédőt, vagy napvédőt, vagy hogy mondják az ablakba, az első ablakba, hogy ugye megvédje a naptól, de nem látok sehol se. Ez ilyen, ez horgászfelszerelés, nem? Oda néz. Aztán mi van itt, ezek vagyok. Ez nem is az autós rész? Na várjál. Na nézd, ezeket kerestem, látod, ilyeneket az ablakban van itt ilyen pálmafás, ilyen tengerpartos. Yeah, I think so. Van nekik ilyenük. Aztán van nekik rózsaszín ott elől, bár rózsaszín nem hiszem, hogy akarok. Úgyhogy maradok, én azt hiszem, hogy ennél. Mi van a szádban? Hol találtad ezt a stuklót? De ez... Mi van, tropical van. Ne, azt hiszem, hogy maradok a simánál. És itt ez a rózsaszín is, de nem tudom, ez ilyen lányos szerintem. Végeztünk, menjünk visszafelé az autóhoz, vettünk egy pár dolgot, a szüleimnek képzelően vettem, nem kodáltam úgy semmit, úgyhogy vettem egy ilyen üvegitalt. Tehát majd kettőt vettem, egyet anyukának, egyet apukának, ugyanis fogkam, amint mindig olyan nehéz, ja, vásárolni mindenkinek, legalábbis nekem születésnapra, karácsonyra, úgyhogy gondoltam egy italt, azzal nem lehet rosszul válaszolni, legalábbis szerintem. Ha csak nem olyan italt vesz, amit nem szeretnek. Na mit csinálsz? Ezzel megjöttünk. Látod? Itt áll az autó. Ja. Úgyhogy most kinyitjuk a ajtót, várjál, bemaradt a kulcs a zsebembe. Én mindig elfelejtem, hogy ezzel nincsen olyan gomb, mint a kián, úgyhogy ki kell nyitani. Na, megvan, minden, várjál, kulcs bemaradt a zsebembe. Még furcsa, hogy kulcsa megy az autó, ugye azzal működik, azzal nyílik. De aztán kezdek hozzátokni a vezetéshez, és mi a baj? Mit csinálsz? Miért üteget? Újság? Na, tegyed oda be, ilyen kolszos, nem, woofers-os újság, ilyen élelmiszeres újság. Úgyhogy húzzuk a csatoljuk a biztonságot, aztán elmegyünk a szüleimhez, ugyanis a Lükez ugye szombat van. Hol alszol? Ott. A szüleimnél. Ja. Mamánál meg a papánál fog aludni. Szokás szerint meg megyünk hazafelé. Kérlek egy pizzót. Igen? Hát az nagyon jó lesz neked. Még igen? Amikor buli lesz. Mi ja. Megyünk haza aludni, és holnap megint munka van. Hozzáérkeztünk, elmentünk a szüleimhez, épp most értünk azzal, a Davis elment kell lezvonyozni a feleségemmel, ugyanis anyukám levágta Davisnek a haját. Most egy kicsit rövidebb, mint volt, nagyon nehéz volt amúgy vágni. Aztán képzeld el, vettem rövid nadrágot magamnak, ilyen rövid nadrágot, látod? És most próbálgatom, nem egyet, hanem kettőt, az a régi, ez az új fajta, meg ami most rajtam van. Látod, ilyen. Én nem tudom, ugyanolyan méretet vettem, mint a régi, az én méretem 30-as, tehát itt derékben 30-as, mind a kettő ugyanolyan, de ez valamilyen, nem tudom, olyan szűk, lehet, hogy más a szabás, vagy én nem tudom, itt a lábamnál olyan, na nem jól érzem benne magamat, úgyhogy lehet, hogy holnap vissza kell vinnem, vagy hétfőn a gumishoz kell mennem, meg kell csináltatni a gumit, mert holnap zárva lesznek, azt hiszem. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézik, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!